férfi kézilabda liga döntőjének első meccse után, amelyet a Mortensen és a Kajtán-Veszprém csapata vívott egymással. Engedjetek meg, hogy az asztalnál elfoglaló Úriembert bemutassam. Állít Lévisz a vendégek mestere, véget Vári Patrik a vendégek játékosa. Juan Carlos Pásztor a Mortensen tényleve, Jumassánnal a Mortensen férfi kézilabda csapatának kapitánya. Megkérném a vendégek mesterét, hogy értékelje a találkozót. Well, like always, it was complicated. Complicated always to play in Szeged, and today with a lot of players that we miss. But well, we were fighting, we were more or less doing the whole match well, good, I can say good. And at the end, well, of course, we missed some actions, well, we missed balls, well, several clear shots from 6 meters. But well, it's still 60 minutes, and no matter which result is today, that we need to play still 60 minutes. We need to play at home with our supporters. Also today the beer was fantastic, and I hope that in this game is going to be much better. And that's it. We have 2 days to correct, to prepare again, to fight for the league. Ahogyan mindig nagyon nehéz volt a Szeged ellen játszani, sok játékosunk hiányzott a mai mérkőzésről, az egész meccsen jól harcoltunk, aztán a végén sajnos kirögtünk pár lövést és eladtunk egy-két labdát. Bármi történt ma, még van 60 perc a bajnoki döntőből saját szurkolóink előtt, és remélem, hogy Veszprémben még jobban fogunk játszani. Most attól 2 napunk van elkezdeni felkészülni. Szerintem köszönöm, a következő Juan Carlos Pásztor. Először nem a meccsről, hanem a szurkolástól, arról a hangulatra, amivel nagyon hiányzott. Milyen érzés volt ilyen ház előtt játszani? Mire pregunta es sobre la afición, cómo ha sido jugar finalmente con Bolívar Lleno. Una sensación increíble, ¿no? Nos faltaba, ¿no? Creo que a todos nos faltaba ese apoyo que ha sido súper importante para poder conseguir esos 3 goles de diferencia. Nagyon jó érzés volt ma kézilabdázni, és nekünk ez nagyon hiányzott be valójában mindenkinek, hogy Tericsandokban játszunk, és segítették a munkánkat, hogy ma tudjunk 3 gólt nyerni. Hogy értékeli a mérkőzést? Komolyan örömmel. Primero, es difícil encontrar un partido de este nivel en el mundo. Somos afortunados de jugar un partido como este aquí en Hungría. Yo creo que todo el mundo tiene que valorarlo. Úgy gondolom, hogy nehéz Európában találni ilyen jó két csapatot és ilyen derbit. Úgyhogy örülhet mindenki annak, és mi is örülünk neki, hogy része vagyunk ennek. Un partido de toma y daca, todo el rato muy igualados, y que al final, el tramo final, nosotros hemos estado más acertados que ellos. Y bueno, pues, se han acabado 60 minutos, sabemos que tenemos que jugar mejor que hoy, tenemos que defender mejor en este que hoy. Quedan otros 60 minutos y tenemos claro que hay que empezar desde cero. Kiegyenlített volt a meccsegi, majdnem 60 percig, a végén tudtunk egy kicsit jobban játszani, mivel Veszprém is azért tudtunk 3 góllal nyerni, de tudjuk, hogy ez, hogy van még egy meccs, és Veszprém eljátszik a másik félidőt, úgyhogy maradt 60 perc, és abban is tisztában vagyunk, hogy jobban kellene védekezni, mint a mai mérkőzésen, mert sokat hibáztunk hátul, úgyhogy erre kell nagyon felkészülni. Visszatom, köszönöm, kérdezem, miget Vári Patrik a vendégek játékosa. Patrik, azt hiszem, hogyha valaki rákapcsolt a tévére és ezt a meccset nézte, az biztos, hogy beleszeretett a kézilabdába, hiszen hihetetlen magas színvonalú volt, izgalmas, de milyen volt belülről? Biztosan ugyan, ahogy mondod, szeretnék köszönteni mindenkit, aki a sajtótájékoztató jelen van. Szerintem ez a két meccs ugye a magyar El Clásico, ahogy szokták is mondani. Szeretnék gratulálni a Szegednek a győzelemhez. Igazából a végén belehibáztunk, és pont ez a 3 hibával tudtak elmenni, és 3-at több volt lőni, mint mi. De ugye tudjuk, hogy van még egy mérkőzés. Nagyon szépen köszönöm. Következzen Jonas Scheimann, a Mortis Szeged csapat kapitánya. Jonas, a klubnak nagyon sok legendája van, de te is ez a táborhoz tartozol immár, hiszen te is egy nagyon nagy legendájával váltál a Mortis Szegednek. Milyen érzés volt ezt látni, hogy ilyen szeretet jött a Delántóról hozzád?
You know, this club has many, many legends in the team's 60-year-old history. You were a very, very big part of this history, joining these legends. And many part of this game was about the love that the stands expressed towards you during and after the game as well. Can you please share us your feelings about this? Yeah, good evening. First of all, of course, I will answer your question. But first of all, I would like to say thanks for Vesprem today. It was an amazing game. I think the both team was fighting a lot. It was a great atmosphere. Finally, there is fans and people in the sport hall again. It means a lot for us on the court when we play. And you could feel it today after more than 1 year that we have been without playing. I stopped a little bit. Thank you. Meg fogja válaszolni természetesen a kérdést is, de szeretném mindenek előtt megköszönni a Veszprémnek is ezt a mérkőzést, hiszen nagyszerű meccset játszott ez a két nagyon-nagyon jó csapat. Mind a két csapat végig harcolt a mérkőzésen, méltó volt a döntőhöz. Csodás volt a hangulat, és végre-végre átélhettük ezt a pályán is. Mi ezt mindig érezzük, nekünk ez mindig nagyon sokat segít a pályán, egy év után ez szinte leírhatatlan érzés. Today, I think we did a good game, we won by 3 goals, but there is still 60 minutes in Veszprém, so if we will have any opportunity to win the title, we need to go to Veszprém to try to win there. If we think that these 3 goals will help us something, and we are totally wrong. They are a really good team. They were missing some players today. Maybe they will come back to the second game. So we need to really, really rest and look what we did wrong and try to do much, much better in the second half, because there will be a war in 60 minutes in Veszprém. Úgy gondolja, hogy a mai nap nagyon jól játszottunk. Nyertünk 3 góllal, de ugyanakkor van még 60 perc, van még egy visszavágó, és a Veszprém nagyon veszélyes csapat, ha bármi esélyük is lesz a visszavágón Veszprémben, akkor biztos, hogy ezt ki fogják használni. Ha mi azt gondoljuk, hogy ez a 3 gólos előny nekünk elég és hátradőlhetünk, akkor nagyon-nagyon rosszul gondoljuk. Nekünk ugyanúgy nyerni kell menni Veszprémbe, hiszen csak így érhetjük el a céljainkat. Ezt a mai mérkőzést most nagyon ki kell pihennünk, ugyanakkor azonnal meg kell néznünk, hogy mit hibáztunk, még jobb második fél időt hogyan tudunk játszani, és ugyanakkor még jobb 60 percet kell játszanunk, mint a mai nap során, hiszen 60 perc háború vár ránk szombaton. Now I will answer your question. And I think that I have been a part of this club now for a lot of years. I have been living my dream for 20 years. It has been an amazing trip. I had the opportunity to play with David Davis in Spain, and now we play against each other, and many, many more players. It has been hard work, and I have sacrificed a lot under these 20 years. I have also managed to win some titles and being part of many good teams. And these last years here in Szeged, in Hungary, has been really, really nice. My two sons are almost Hungarian. They speak more Hungarian than they speak Swedish. So they have a lot of friends. My wife has always been there supporting me. Without my family, I will not be where I am today. So I would say thank you for them. It has been an amazing trip, and they have always been with my side. And finally, thank you Hungary, thank you Szeged, and thank you Motlik Szeged for these amazing years that I have had here in this club, and be part of this. It has been really, really nice.
És most végül megválaszolja az eredeti kérdést is. Nagyon régóta a klub tagja. A teljes pályafutása 20 éve tart. Ez alatt csodás emberekkel játszhatott együtt, mint például Spanyolországban az itt mellett ülő David Davis ellen is szintén. Ez alatt a 20 év alatt sikerült sok címet is nyerni, és sok nagyon-nagyon jó csapatnak volt tagja. Az utolsó évek mégis nagyszerűek voltak, még emellett is. Az itteni élethez tartozik, hogy a fiai már szinte magyarok, jobban beszélnek magyarul, mint svédül. Muszáj egy családjáról beszélnie, hiszen a felesége mindig támogatta, és nélkülük nem lehetne itt, ahol most. Ezért nagyon nagy hálával tartozik nekik, ez egy csodálatos út volt. Végül pedig szeretném megköszönni Magyarországnak, szeretném megköszönni a Molpik Szegednek, és szeretném megköszönni Szeged városának is, csodálatos volt. Köszönöm. Davidtól szeretném összekérdezni, hogy hogy látta Marás kiállítását, és ez mennyire befolyás volt a mérkőzés kimenetelét, illetve Pisztertől, hogy mennyire volt fordulópont, amikor átért a két beállós játékot. What did you think about the red card of Marás, and how did it affect your further plans during the game with him? Everything. See, we came with few players, and hey, we have one red card with one player that that must be important because he can defend everywhere and he must play better against. It affects everything. I mean, today was so complicated to prepare the match, clearly. And they imagine if you have a red card with one player that must play, but more complicated. That's it. But red card or red card was. So, what can I say? Mindent megváltoztatott a csapat szempontjából, ugye, ahogyan már említette, kevés játékossal érkeztek, és nehéz volt felkészülni a héten, és ha ebből a kevés játékosból még valaki kiválik egy piros lap miatt, akkor aztán tényleg összekuszál minden, főleg úgy, hogy Morás több pozícióban tudott volna védekezni, és támadásban is használható lett volna. And the question from Mr. From Nemzeti Sport. How do you think how important and how much of a turning point it was when we changed and started to play with two pivots? Szóval negatív? Két általának? A két beállós játékra gondolok, amikor Bencének nem ment eleinte, és utána a Bencének This is an irregular position. We must find. We need to find the solutions. The cast is impossible to play more than 15 minutes. And long chains, defense, attack is totally tired during the last months. Also in the beginning, when we play, we start to play in Kielce. You remember? We must put Jonas in the right back position because we have no players. We must use this to try to compete. No. This is one variant, one option that we have. Let's say Laidima still got to play in right position. We must look for solution. Okay, I think in this moment was good for us because we calm the team. We start to lead the first half in this moment. But it's important to use all the skills we have in the team because it's impossible for other things. To use every time the same players, but this is an option for us and we use in the last matches also like the team in the beginning of the season. Sok problémák volt a szezonban, ezt mindenki nagyon jól tudja. Sokszor kellett variálnunk azt, hogy ki és milyen pozícióban játszik, hiszen éppen azzal kellett dolgoznunk azokkal a játékosokkal, akik rendelkezésre álltak. Az egész szezonunkat végigvitte azt, hogy Kecskének minden mérkőzésen 60 percet kellett játszania, hiszen az egyetlen jobb lövő volt a csapatban. Erre nekünk nagyon-nagyon sok megoldást ki kellett dolgozni, és nagyon sok megoldásunk is van erre a szituációra, tehát ez már nem idegen a csapat számára.
ez csupán az egyik variációnk, az egyik megoldásunk erre, de Dima is tud itt játszani, de sok-sok egyéb más megoldásunk van. Kielcében például Gyömásznak kellett ebben a pozícióban játszania. Ez csupán az egyik a párunkban lévő sok-sok megoldásból. Minden valószínűség szerint mindegyiket használni fogjuk a jövőben is. Van még kérdés esetleg? Köszönöm.